Négy forduló van már csak hátra a labdarúgó NB1 idei szezonjából, a Ferencvárosnak pedig a lehető legtöbb pontot kell szereznie, ha magasba szeretné emelni a bajnoki trófeát. Egyetlen pont az előnyük a Videótonnal szemben, amelyel a múlt hétvégén 0-0-ás döntetlent játszottak. A zöld-fehérek vezetőedzője úgy véli, meg lehetett volna a győzelem. Azt gondolom, hogy a Videóton elleni mérkőzésen két további pontot is megérdemeltünk volna, de így is jó helyzetben vagyunk, vezetjük a tabellát, és a 30. forduló jön már. Igazából senkivel sem szeretnék cserélni. Nagyon jó érzés, hogy még mindig mi vagyunk az élen, de persze nem mindig egyszerű a helyzet. És most sincsen könnyű szituációban a Fradi, hiszen kulcsfontosságú játékosai sérülések miatt nem játszhatnak a hétvégi Vasas elleni mérkőzésen. Nem lesz könnyű feladat. Két játékost már műteni is kellett. Gori Aránt és Botka Endrét szintén helyettesíteni kell sérülés miatt. De abban bízom, hogy a hiányukat ki tudjuk küszöbölni. Az biztos, hogy kemény és nehéz mérkőzés lesz a Vasas ellen. Még nem állt össze a keret, és az is lehet, hogy Priskin Tamás újra lehetőséget kap Tomás Doltól. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban nagyon sokszor nem játszott, illetve volt, hogy a csapatba se került. Ma az edzést követően összefogjuk a csapatot, és még minden lehetséges, mindenre nyitott vagyok. A kiesés elől menekülő Vasas minden bizonnyal megnehezíti majd a zöld-fehérek dolgát. Harcolunk a bajnoki címért, úgyhogy az egész csapat nagyon motivált, de nehéz meccs lesz a Vasas ellen. Úgy gondolom, jól kell játszanunk itthon, jobb csapat vagyunk, de 100%-ot kell nyújtanunk, hogy győzni tudjunk, és mindent megteszünk azért is, hogy mi nyerjük a bajnokságot.